A Kecskeméti LC szombaton a Kecelt fogadta a Széktói stadionban, és ahogy az várható volt, magabiztos játékkal sikerült itthon tartani a pontokat. A mérkőzés tulajdonképpen már az első negyed órában eldőlt, hiszen ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy 3 gólt lőjünk. Nyitásként a szalámi buktatásáért megítélt büntetőt vágta be Petrics, majd a 11. percben egy szépen felépített akció végén S-juhászbaladását csúsztatta a létsz alá gólgyárosok. Szinte rögtön a középkezdésből növeltük az előnyt, Balogh próbálkozott meg egy jólózással, amit alaposan elszámolt Eifert kapus, így már 3-0-os vezetésnek örülhettünk. Kicsit leült a meccs ezután, ebből pedig a Kecel eszmélt előbb, egy előrevágott labdára kerekes csapott le erőszakosan, és zicserben ezt követően már nem is hibázott, így 3-1-nél vonultak az öltözőbe a felek. A második félidőben sem változott a játék képe, továbbra is domináltunk, helyzeteket dolgoztunk ki, kapufát lőttünk, sőt Eifer is bemutatott bravúrukat. Végül aztán Balogh Marce pillanatai következtek, aki a 67. percben 16-ról lőtte ki a jobb alsót, majd egy labdaszerzésből vezetett kontratámadás indult Szalámitól, akinek passzából a kapuig gyalogolt, és zicserben elegáns megoldást választott, így klasszikus Mester 3-est érte. Az 5-1-es hazai siker után ismét idegenbe látogatunk, szombaton 17 órakor Kiskunhalason lépünk pályára. Ami biztos, ha nem nyerünk, vagy a Tiszakécske legalább pontot szerez János Halmán, akkor a tévé se egy körrel a vége előtt bajnok.